kiváló története, Brídik Erdész hitvestársának regéje, ki sátán hatalmából farkassá változott, s hites férje mellől, farkas emberként a vadonba futott, hol az erdő vagyaival és az erdei démonnal, a diabolus szilvárummal érintkezett, s kit ezért az ész parasztok farkas mennyasszonynak neveztek el. Uram, oltalmazd testünket és lelkünket minden bajtól és gonosztól, ezüstös pajzsoddal, melyről a kísértőnyilai visszapattannak most és mindörökké. Akkoriban, midőn ez az igaz és szomorú történet megesett, híden már még mindig az utolsó éveit taposó Jakobus de Lagardielle birodalmi marsal, Szóremajsza örökös fejedelme uralkodott, Pühele papapja pedig Olausz Nikolai Duncan volt, aki a szárazföldről jó Lechtméből érkezett. Szóremojsza tartományban, Pühalepában egy ügyes, mindennemű erdészeti foglalatossághoz értő erdész, egy paraszti származású, prédik nevezetű ember állt a birodalmi marsal szolgálatában. Konyhója Hávaszó kocsmájának közelében állt, ettől nem messze széles kaszáló terült el, ahol farkas csapdát állítottak fel, s amelyet a gróf parancsára a mindenkori nagy farkas számára tartottak fent. Ekkoriban ugyanis a farkasok, a medvék, a hiúzok és egyéb erdei vadak szer elszaporodtak Észtország és Livland területén, amint azt külhani vándorok is bámulattal tapasztalták. Mindez bizonyára még a régi ellenséges idők öröksége volt, mivel anno 1650-et írtak, s az egész ország lakossága megpihent Svédország áldásos békéjében, míg áldáz ellenségeink, a moszkvaiak, dühükben hiába fenték ránk a fogukat a Narva folyó túloldalán. A farkasok nemzetsége ekként Hidemmá környékén is szerfölött arcátlan lett, mivel a farkas, ha zsigereit éjségmardossa, kegyetlen és vakmerő, noha jól lakottan, természettől fogva alattomos állat. A téli fagyok beáltával a farkasok nem kerülték többé a bekerített helyeket, bemerészkedtek egészen a házakig, elhurcolták az aklokból a juhokat, s az udvarokból a kutyákat. S ámbár nyaranként csupán magányosan vagy párosával kóborogtak, a tél közelettével hatalmas falkákba verődtek, s ott ólálkodtak az erdélyi utak és az országútak mentén, megtámadták az arra járókat, ezért elriasztásukra egy-egy nagyobb út előtt sokan karót kötöttek egy hosszabb kötélhez, amelyet a szánkó után húzattak. Eme rengeteg vadjai, amelyek magától a sátántól származnak, az arkilupus, azaz a vérfarkas, nem maga a sátáne vajon? és amelyek a boszorkányok cimborái, nem érték be azzal, hogy Kopu és Riszna erdeiben tanyázzanak, amely ősidők óta szálláshelyük volt, hanem tömegesen, korgesz szára fenyőerdőjének sűrűjébe, sőt, híden már kellős közepén a mocsaras ingovány szigetein kölykeztek le. Ott aztán az anyafarkasok szabadjára engedték kölykeiket, s midőn beköszöntött az ősz, a fiatal farkasok megizmosodva jártak az idősebbekkel együtt a szigetet. Eképpen ezek a vadak és a farkasok egész nemzetsége súlyos csapást jelentettek egész híden szára vidékére, annál is inkább, mivel mohóságukban, amint azt a farkasok természete megkívánta, falánk módon több áldozatot marcangoltak szét, mint amennyire éhük csillapításához szükségük lett volna s jól lehet a Szúremojszát és az egész Hídenmát uraló, hatalmas de La grófok és a svéd korona egyaránt nagyszabású farkasvadászatokat rendeztek, s a pornépet minden eszközzel arra ösztönözték, hogy magas vérdíj reményében pusztítsák a farkasokat, mindez vajmi keveset segített. Mit sem használtak a farkasvermek, a rókaméreg vagy a döghús melletti állás, mit sem segítettek a betanított kutyákkal folytatott farkasvadászatok, oly mértéktelenül elszaporodtak-e ragadozók, akár csak a sátán ármánykodásai segítették volna őket. Telente kivált kép karácsony szent éjszakáján, a december a pornék ajkán a farkasok hava. Hallani lehetett az ordosok ordító éjségének és szívükben lappangó dühüknek egetverő üvöltését, úgyhogy a lovak felriadtak állásaikban, a parasztok pedig azt mondták ilyenkor – az Úristen dobál felhőfoszlányokat és köszörűköveket eledelül a farkasoknak, akár csak kutyáknak a csontot. Ezen arcátlan farkasfalkák, mint egy a pokol előörsei voltak, amelyeket az embert elkárhozása után kíméletlenül sújtó fajtalanság szelleme e világra maga előtt küldött. Nem sok idő telt bele, s a vadon élő farkasok féktelen garázdálkodását követően, amely sehol sem volt menekvés, Lassanként az embernek fiai is farkasként szaladgáltak már, és mintha a démon gonossága szállta volna meg őket, farkashoz hasonlatos dolgokat cselekedtek. S noha a boszorkánság kísértése csak most érte el hídemmát, mely bizonyára Isten háta mögötti hely, és ezért is Ultima Thule néven ismert, a kereszténység szilárd erődítményeiben, Németországban, Csehországban, valamint Hispániában, továbbá Frankonban, már réges-rég túljutott a birodalmak határain. Mert derék, tisztességes emberek, akik mindaddig templomba jártak, s úrvacsorát vettek magukhoz, hogy üdvözüljenek, most vérszömnyes farkas alakjában marha csordákat és juhnyájakat szagadtak szét, noha azelőtt még a vérszagát sem állhatták. Ekként tárta szélesre egy pillanatra az óra hitvány szellem vasketrecét. Ehhez semmi kétség sem férhet, hiszen nem egy ízben nyert bizonyságot azon szánalmas farkas emberek, azaz likantropuszok száján, akiket per viam inquisitionis vízpróba útján vallattak, mivel a víz tiszta elem, mely a tisztátalant nem fogadja be, ám minden szennyet és mocskot kilök magából. Sok farkas embert égettek meg boszorkányként a mágián, akik lelküket minden bizonyal megtisztulva ajánlották fel az égnek, ám testük a tűzben veszett. Az úrnyájából, hídemmán is számosan beleestek abba a kelepcébe, amelyet a sátán állított. És bár Livlandban a sátán az egyik udvarház kegyelmes asszonyával paráználkodott, mind a mellett gyakorta szidalmazta a szegény, tudatlan köznépet, aki nem érdemli meg azt az üdvösséget, melyet Krisztus égi atya öléből a földre alászálván magával hozott. Minden esetre senki sem volt biztonságban a gonosz üldözésétől, nem segített itt sem erény, sem jámborság, sem az öregség bölcsessége, vagy a fiatalság bátorsága, s a szüntelen elővigyázat sem.